Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Anyák napja. Virág, csoki, bombon. Cukrász tehetség. Második lett a szekszárdi vendéglátó iskola diákja, a szakma kiváló tanulója országos versenyen. Testületi ülés Dombóváron. A tűzoldó parancsnokság tevékenysége is napirendre került. Szakmai nap. Az iparkamara könyvelőkkel tartott fórumot. Május első vasárnapja az anyák napja hazánkban. Ezen a napon minden az édesanyákról szól. Több helyen programokkal is kedveskednek nekik. Szekszárdiakat kérdeztünk arról, milyen is szerintük a tisztességes anyák napi ajándék. Az anyák napja története az ókori görögökig nyúlik vissza, ekkor még természetesen istentisztelő ünnepséggel párban emlékeztek meg róluk. Magyarországon először 1925-ben tartottak ilyen ünnepet a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-tól már miniszteri rendeletre került be az iskolai ünnepnapok csoportjába. Arról kérdeztük a szekszáriakat, ők mivel kedveskednek ilyenkor, és hogy mit is jelent számukra ez a nap. Szerintem nagyon fontos, igen. Hát mert mégiscsak anyák napja van, azt mégis meg kell ünnepelni. A virágok és az apró kedvességek mindig jó tippek lehetnek. Rózsát, csokit édesanyámnak, meg valószínűleg csinálok neki valami ajándékot. Micsodát? Hát hegesztő vagyok, és akkor gondoltam, csinálok neki valami szívecskét, vagy valami ilyesmit. És szerinted fontos az anyák napja amúgy? Szerintem persze. Hát az anya, ő a legfontosabb nő igazából az életünkben. Főleg ilyen fiatalon még, amíg tehetjük, hogy velünk van. Vannak olyanok is, akik valamivel nagyobb, specifikusabb ajándékkal lepik meg édesanyjukat. Telefont vettem mutárnak. Igazából ennyi. Én virágot vettem neki. És szerintetek miért fontos az anyák napja? Hát nem tudom, most nekik is legyen egy ilyen ünnep azért, mert azért anyuka valaki, akkor szülnike meg minden, és sok mindennel jár, és szerintem megérdemlik. Ezzel én is ugyanígy vagyok, szerintem csodás dolog, amit ők tettek, és megérdemlik. Nem mellesleg az is roppant fontos, hogy a tisztelet és a szeretet kifejeződjék ilyenkor. Én szerintem csokit meg virágot fogok neki venni, és amit előttem is elmondtak a barátaim, hogy hát egy ünnep azért jár nekik is, ugyanis egy csodás dolgot tettek, meg valamilyen szinten a tisztelet részemről. Természetesen az anyák számára sem közömbös ez a nap. Hát, anyák napjára. Én megelégszem azzal is, hogyha megölelnek és azt mondják, hogy szeretünk, anya. Ennél szerintem nincsen szebb a világon, hogy azt mondják a gyerekek, hogy szeretünk, anya. Mindenkinek jól esik egy csöpnyi kedvesség. De általában virágot szoktam kapni. És ön szerint fontos, hogy legyen szerintem ilyen? Igen. Miért? Én is az anyukámnak viszek mindig a virágot. Ez nem tudom pontosan. Talán ez a legkevesebb. Az anyaság miben léte, annak örömei, nehézségei előtérbe kerülhetnek ezen a napon, amit fontos megélni, és természetesen megünnepelni is. Az anyaság az egyik legfontosabb dolog az ember életében. Azt hiszem, gyerekek nélkül nem volna annyira teljes az életünk, mint amilyen. Bármi baja van az embernek, bármi történik vele. Ha hazaérek, és ott vannak a gyerekeim, akkor az minden probléma el van felejtve. Egy nehéz erre jó szavakat találni, de igen, az anyaság az élet teljessége. Összességében elmondható tehát, hogy az anyák napja nem elfeledett ünnep, és nem is csak iskolák falai között tartott ünnepély, hanem valami sokkal éteribb, sokkal személyesebb, sokkal inkább szól a tiszteletről, a köszönetről, a szeretetről és a megbecsülésről. Szép eredménynek örülhet a szekszárdi vendéglátó iskola és diákja. Szedeli Janka Bianca, végzős cukrásztanuló, 320 nevező közül lett második, a szakma kiváló tanulója országos versenyen. Szedeli Janka Bianca számára a szakma kiváló tanulója verseny budapesti döntőjéig hosszú út vezetett. Először egy írásbeli versenyen bizonyított, majd az elődöntőt is abszolválva került be a legjobb 5 versenyző közé. Amikor megtudtam, akkor
itt voltam az iskolában pont óra előtt, hát fel se akartam fogni tényleg. Nagyon, nagyon hihetetlen érzés volt, hogy benne vagyok a top 5-be, az országos top 5-be. Tényleg nagyon jó érzés volt. Mondjuk egy kicsit le is sokkoltam, és nem tudtam hirtelen, hogy most így hogyan lesz, mi lesz, de tudtam, hogy a tanáraim azért mögöttem lesznek, és majd segítenek. A versenyen az univerzum volt a téma. Az univerzum témában kellett csinálnom egy kétemeletes dísztortát, kellett csinálnom a három ország torta alapján egy külön süteményt, amit nekem kellett, vagy hát így a tanárokkal együtt találtunk ki, ami a napraforgó, a kíváncsiság és a huncut szilva ország torta volt igazából. Kellett csinálnom egy saját választott, vagy hát egy ilyen, amit én választottam ki, külön egy mousse-t az univerzum témában, és itt is egy uzsonna süteményt kellett csinálnom, ami szintén a pozsonyi kifli volt. A diák elmesélte, milyen érzés volt pontosan, mikor a döntőben a nevét szólították. És ugye másodikként szólították a nevemet, és az valami nagyon, nagyon jó érzés volt, és annyira így elfeledkeztem magamról, hogy előtte elmondták, hogy ugye maradjunk fent, mert még kép, meg ilyenek, átadták a díjat, és én már le is ugrottam onnan a dobogóról, annyira nem tudtam, hogy hol vagyok, de viszont nagyon-nagyon jó érzés. Van, hogy sétáltam mondjuk az úton, és akkor a másik oldalról átkiabáltak, hogy gratulálnak, bementem a boltba, ott is mindenki gratulált, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jó érzés. Jankát az iskolában Garabás Gábor készítette fel. Ilyen tanulóval könnyű együtt dolgozni, önállóan szépen tette a dolgát, miközben órát tartottunk, közben gyakoroltuk azt a szituációt, mint a versenyen is, hogy mellette dolgoznak a többiek, és neki önállóan kellett megoldani a munkát, de szinte csak a kezdőfogásokat kellett megmutatni, és ő készítette szépen. Szőke Anikó gyakorlati oktatásvezető is méltatta a diák munkáját. Janka munkája példaértékű volt a felkészítés és a verseny folyamán is. Az ő esetében valóban tartalma van annak a kifejezésnek, hogy szakmai alázat. A diák közel állt a végső győzelemhez is, azonban Szederi Janka Bianca elmondta, nincs benne hiányérzet, hiszen a döntőben kiváló munkák születtek, melyeket a zsűri igazságosan értékelt. Tizenharmadik alkalommal tartottak borversenyt a székelyek, idén Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. Rendhagyó módon a díjazottak különleges kerámia trófeákat kaptak. Az eseményt a Székely Népviselet élőzene és tánc színesítette. Szegedi Dezsőné szervező, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének elnöke elmondta, egy 2 hetes kemény munka áll a rendezés mögött, de nagyon örültek a lehetőségnek és a helyszínnek egyaránt. A nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődött a 2023-2024-es tanév májusi-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Az oktatási hivatal korábbi közleménye szerint a következő hetekben 1161 helyszínen várhatóan több, mint 112.700-an érettségiznek. A vizsgákat május 3 és július 3 között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 3150 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az írásbeli vizsgák május 27-ig tartanak. Hétfőn magyar nyelv és irodalom, kedden pedig matematika tudásukról adnak számot a diákok. Balesetmegelőzési szakemberek tartottak a napokban iskolai előadást Őcsényben, ahol a biztonságos közlekedés fontossága volt a téma. A nap során elsősorban az alapvető közlekedési szabályokról volt szó. Az előadást színesítette egy minirobot, segítségével a rendőri karjelzéseket ismerték meg a gyerekek. Népszerű volt az ittasságot imitáló szemüveg is, azt viselve különböző ügyességi feladatokat kellett megoldani a fiataloknak. Polgárőrök is részt vettek a tematikus napon, ők egy drónt mutattak be. Dombóvár önkormányzata 6 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi testületi ülésén. Döntöttek többek közt a rendőrkapitányság közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről. Az áprilisi ülés első 2 napirendi pontja a dombóvári tűzoltóság, valamint a rendőrkapitányság tevékenységi beszámolója volt. Azon gondolom mindkét állományban kiváló emberek dolgoznak, és az előző évek hagyományait folytatva 2023-ban is kiváló munkát végeztek. Rendőrkapitányság tekintetében a 23 évi teljesítményük az kimagasló volt, Szvár megyei kapitányér is elismerésben részesítette a dombári rendőrkapitányságot, illetve állományát.
Azt gondolom, hogy a tűzoltóság tekintetében a klímaváltozás már megjelent, és annak a következménye is, hiszen a műszaki kimondások száma 2023-ban duplájára növekedett. Tavaly évben Dombvári járásra 5 vihar csapott le, és ennek az elárítása, illetve rendrakása nagyon nagy terhet ró a tűzoltóságra. Reméljük, az idei év ebből a szempontból kedvezőbb lesz, és kevesebb lesz a műszaki mentéseknek a száma. A testület elfogadta a 2023 évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet. Nagyon boldog vagyok, hogy 2023-ban is ez a kiegyensúlyozott gazdálkodás, amely 2020 óta jellemzi Dombvár városi önkormányzatát, tovább folytatódott. Szállítói kötelezettségeinknek mindig időben eleget tudtunk tenni, folyószámla hitelkeretünket tavaly sem vettük igénybe, illetve éventúli beruházásaitaink adósságszolgálatának is mindig időben eleget tudtunk tenni. Hiszem és remélem, hogy 2024-ben ez a gazdálkodás ugyanilyen költséghatékonyan tud tovább folytatódni, és a 24 évi zárszámlás tekintetében is hasonló jó érekről tudok számot adni. Elfogadták azt a határozati javaslatot, amely tartalmaz az önkormányzat által alapított, illetve irányított intézmények belső ellenőrzési jelentését. Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7 forinttal, a dízel esetében 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzin ára a régiós átlagár alatt, míg a dízel közel azonos szinten lesz, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség. A szervezet a honlapjára feltett adatok szerint a 95-ös benzin ezen a héten életbe lépett és bejelentett változások alapján május 4-ére 627 forintos árával számol, míg a pénteki régiós átlagár 631 forint. A dízelnél 614 forintos magyarországi árral szemben a régiós átlag 612 forint. Közeledik a pünkösd ünnepe, ezzel együtt a pünkösdi fesztiválok ideje is. Szekszárdon többek között május 17-én érkezik a Magna Cum Laude. A közönség másnap, május 18-án szombaton a tengeren túlon is hírnevet szerző Király Viktor koncertjét tekintheti meg, de a headlinerek között ott van még Szekeres Adrián is. Továbbá fellép a Csurgózenekar, az ifjúsági fúvószenekar Szekszárd, de a Bartina Néptánc közhasznú egyesület is. Egészen hosszú 697 napos kihagyás után lépett pályára a Bonyhád VLC labdarúgó csapatában Máté Róbert, a gárda meghatározó alakja. A 10-es messzámot viselő focista Erdélyi Zsoltot váltotta a Mórágyi Ese ellen magabiztosan megnyert 9-1-es bonyhádi sikerrel végződő megyei első osztályú találkozó 61. percében. A bonyhádiak jelenleg vezetik a pontvadászatot. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megrendezte a könyvelőkkel a duális képzésért elnevezési program sorozatát Szekszárdon. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával jött létre. Az idei eseményre 64 fő regisztrációját fogadta el az Iparkamara. A címtől eltérően nem csak könyvelők vesznek részt ezen a rendezvényen, hanem szakképzőintézmények, képviselői is, cégvezetők, akik duális partnereink, és ezt azért tartom fontosnak, mert egy szoros együttműködéssel lehet csak eredményeket elérni ezen a területen. A szekszárdi eseményen több témakörben is tartottak előadásokat, az egyik legfontosabb volt a duális képzőhelyé válás folyamatának demonstrálása. Ennek fogalma, mik a lépései, mik a jogszabályi háttere. Érintjük a képzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, kicsit kibontjuk magát a szakképzési munkaszerződést, és talán a negyedik rész, amit a legjobban mindenki vár, az a képzés finanszírozása. Szakítottunk az elmúlt évek tradícióival, és idén egy olyan kedves duális képzőhely partnerünket kértem fel a finanszírozási kérdés bemutatására, aki egyben könyvelő is, és ezt azért tartottam jobbnak és fontosnak, mert ő a képzés mindkét oldalán áll.
Sára Judit könyvelő elmondta, a duális képzéshez tartozó törvények, jogszabályok folyamatosan változnak, problémák merülhetnek fel ezzel kapcsolatban. Leginkább az elszámolással, a finanszírozással kapcsolatosan, de én azt gondolom, hogy már az elejétől kezdve, akár a nyilvántartásba vétellel, kamarai nyilvántartásba vétellel kezdve a szakképzési munkaszerződés megkötéséig, tehát én minden területet, és itt a kamarai kollégák is minden területet fognak érinteni szerintem, tehát problémák mindenhol felmerülhetnek, és még nem említeném a krétának a gondjait, ugye, mint adminisztrációs felületet, ahol számtalanszor szembe jönnek még megoldandó feladatok és problémák. A könyvelő előadásában a nappali tagozatban résztvevő képzéséről, valamint a munkavállalók szakmai oktatásáról számolt be. Tekintsék meg a régió híreit! Elkészült az M6-os a határig, jövőre csatlakozhatnak a horvát szakaszhoz. Segítséget vár egy beteg kisfiú mielőbbi gyógyulásáért. A támogatás egy génterápiához szükséges. Hajózás. Május 1-én is sokan vették igénybe a Bahart szolgáltatásait. Elkészült és forgalomba helyezték az M6-os autópálya Boly és Ivándárda közötti szakaszát csütörtökön. Mostantól ingyen használhatják ezt a stráda szakaszt az itt élők. Most magyar oldalon azt várják, hogy a horvátok is megépítsék a hiányzó szakaszt, hogy egészen a tengerig utazhassunk az autópályán. Az M60-as már jó ideje használható is most. Elkészült az M6-os autópálya utolsó 20 kilométeres szakasza Boly és Ivándárda között. Ezt a szakaszt csütörtökön adták át a forgalomnak. Azonban ténylegesen még nem használható teljes hosszában a stráda rész, viszont nem kérnek érte pénzt. A 20 kilométerrel szemben a használhatósága az 13,5 kilométerre korlátozódik. Ennek alapvetően egy fő oka van, a horvát oldali hiányzó 5 kilométeres szakasz jelenleg építés alatt van, amely jövő év második negyedév végére fog elkészülni mai információink alapján. Ugyanakkor ami elkészült és használható része, azt mindenképpen szeretük volna az itt élőknek, itt közlekedőknek átadni. Ezért is van ez a mai nap, hogy a Lippóig tartó 13,5 kilométeres szakasz, azt már a mindenki számára használhatóvá tegyük. Használhatóvá tegyük úgy, hogy egyébként ez az autópálya szakasz ebben az évben ez díjmentesen lesz mindenki számára elérhető. Ez a 20 kilométer teljes értékű autópálya, mondja az államtitkár. 17 darab külön szintű átvezetés, ebben vannak országos közúti elemek, van vadátjáró, van vasúti átvezetés, ami itt található mellettünk, ez a legimpozánsabb része az egész projektnek. Híd szempontjából a maga 402 tonnájával különlegessége az volt, hogy külön megépítették és egyben tolták be a helyére, lehető legkisebbet mértékben zavarva a vasúti közlekedést. Több mint 2,2 millió köbméternyi töltést került be megmozgatásra, beépítésre, de beszédes a 384 ezer tonnányi aszfalt is, ami ebbe a 20 kilométerbe beépült. Egy komplex pihenő Nagynyárád térségében és egy komplex ellenőrző hely valósult meg, az pedig Ivándárda térségében a határoz közel. Pántya József azt mondja, várhatóan jövő év közepére elkészül horvát oldalon a hiányzó szakasz. Ez 4,5 kilométert jelent, ami a magyar M6-ost Pélmonostornál összeköti majd az A5-ös strádával. Így 2025 második felétől várhatóan egészen az Adriáig utazhatnak majd az autósok, ha felmennek az M6-osra. Az egész vármegyére mondhatom, hogy a vármegye egy eldugott zsákutca volt sokáig. Egy jó ideje már Budapestről, persze Pécset meg lehetett közelíteni, de ez a közlekedési tengely, ami észak-dél irányba metszi át a vármegyét és az én térségemet is, ugye ez délfelé nem volt járható, azért mert nem volt autópálya kapu déli irányba. Most ez végre megtörténik, tehát mi lejutottunk a horvát határok, és a horvátok is építenek Pélmonostortól észak irányba jövő év közepén meg lesznek, ha ez megvan, ez az északi tengely teljesen, az azt jelenti, hogy Budapesttől Mohácsból térségén keresztül Eszéken át, a Száva hídon át már Boszniáig lehet közlekedni. Ezt mondja a térség országgyűlési képviselője az autópálya építéséről. A beruházás értéke nettó 88,6 milliárd forint. A fő cél az Adriai és Balti tenger közötti TEN-T hálózat magyarországi szakaszának megépítése. Kormányzati ígéret volt, hogy a szakasz 2024-ig elkészül. Az ígéret most teljesült, mondták a forgalomba helyezésen.
Düzenféle izomdisztrófiával diagnosztizálták a közel 4 éves zengővárkonyi kisfiút. A betegség következtében Dominik izmai lassan elsorvadnak, már 10 éves korára kerekesszékbe kerülhet, 26 éves korában pedig életét vesztheti, ha nem kapja meg időben a génterápiás kezelést. A beavatkozást Amerikában, valamint Dubájban tudják elvégezni. Az ára az 1 milliárd forintot is meghaladja. A család a támogatásokat, felajánlásokat várja, hogy Dominik állapotának romlását megállítsák a gyógykezeléssel. A zengővárkonyi Sági család élete kisfiúk Dominik születése után egy évvel vett szomorú fordulatot, amikor Dominikot a Duchenne-féle izomdisztrófiával diagnosztizálták. Ez egy olyan génmutáció, ami miatt Dominik szervezete nem termeli az izmok működéséhez szükséges enzimet. A kerekesszék a legelső, ami így a rosszabbodást jelenteni, ez ilyen 10 éves kor körül várható, de remélem, hogy idáig nem jutunk el, mert először a vázizmok kezdenek így elpusztulni, aztán ugye a légzőizmokat érinti, ez miatt lehet, hogy majd lélegeztetőgépre lenne szüksége, aztán persze a szívizmot. Vérszegénység gyanúja miatt vitték vizsgálatokra Dominikot, sajnos a baj nagyobb volt. A 4 éves kisfiú állapotának romlását egy egyszer beadható génkezelés állítaná meg. Ezt a világon 2 helyen kérhetik, az Egyesült Államokban, valamint Dubájban. Mindkét helyen több mint 1 milliárd forintba kerül a kezelés, amit nem mindegy, mikor kap meg. Ha 1-2 éven belül el tudják végezni a beavatkozást, akkor Dominik helyzete nem romlik tovább. Jelenleg 4 és 6 éves kor között adható, tehát ő ugye 2026-ban tölti majd be a 6-ot, tehát addig. De azért én bízom benne, hogy ezt kibővítik, ezt az időt. Dominikon a betegség külső jelei nagyon minimálisan mutatkoznak, ezért nehéz volt észrevenni. Viszonylag korán, tehát mivel nem volt tünete, és nem is vittem volna más miatt orvoshoz, ezért szerintem lehet, hogy még most sem tudnánk. A család Facebook csoportot hozott létre, ahol megtalálható egy számlaszám a magyarországi utalásokhoz. Ezen felül egy alapítvány is folyamatban van, oda várják majd a támogatásokat, felajánlásokat. Sokan döntöttek a hajózás mellett május 1-én. Fonyódon és Badacsonyban is több ezren szálltak fel a Tomajra, hogy átjussanak a túlsó partra. A Balatoni Hajózási ZRT az ünnepre való tekintettel sűrűbben indított járatokat. Zsúfolásig megtelt a fonyódi kikötő május 1-én. Nagyon sokan szerettek volna átjutni Badacsonyba a munkaszüneti napon. Mert ez egy jó poén, illetve jó fogjuk érezni magunkat, szerintem jó az idő is. Meg már terveztük egy pár éve, hogy lejövünk, úgyhogy gyerközött tepasszoltuk, úgyhogy kis kikapcsolódás szerintem teljesen jó lesz. Egészségetekre! A leginkább fiatalok érkeztek a fonyódi kikötőbe. Baráti társaságok, rég nem látott rokonok gyűltek össze, hogy együtt töltsék a napot. Én amúgy most jövök először, ugye a többiek már voltak párszor. Alapból ugye tök jó hangulata van így a hajókázásnak is, és akkor iszogatunk, beszélgetünk, hát egy kis csajos program. Voltak, akik hetekig tervezték a május 1-i programot. Úgy gondoltuk, hogy bár ez egy ilyen középső nap, azért ha jól lerövidítjük a programot, akkor nem lesz probléma a holnapi napra. Béreltünk oda-vissza vízitaxit, elmegyünk, eszünk egy jót valamelyik klassz étterembe, iszunk 2 pohár bort, és ráadásul képzeljétek el, vonattal jöttünk. Úgyhogy szerintem a 6 órás vonatra felszállunk, és 6:30-re Kaposváron leszünk. Kis program, ideális. Azoknak, akik Fonyódon vagy éppen Badacsonyban töltötték a napot, nem volt nehéz dolguk, hiszen egymást váltották a Bahart hajói a két kikötőben. Május 1-én Fonyód és Badacsony között mintegy 10 000-en utaztak. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Anyák napja. Virág, csoki, bombon. Cukrász tehetség. Második lett a szekszárdi vendéglátó iskola diákja, a szakma kiváló tanulója országos versenyen. Testületi ülés Dombóváron. A tűzoltó parancsnokság tevékenysége is napirendre került. Szakmai nap. Az iparkamara könyvelőkkel tartott fórumot. Szombaton több napsütésben bízhatunk. Reggel még sok lesz a felhő, nyugaton itt-ott eső is eshet. Délután már országszerte napos, gomoly felhős égbolt a valószínűbb. Nyugaton 20 fok köré melegszik a levegő.
Vasárnap változóan napos felhős időre számíthatunk. A középső és nyugati térségben elvétve látszik esély záporra. Hétfőn változó felhőzetre, időszakos napsütésre és szórványosan, főként a délutáni időszakban kialakuló záporokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!